Na hát szevasztok, srácok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a következő részben, és történnek a dolgok, mert folyamatosan csináljuk a rendezvényt, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, és ha tetszik, akkor lájkot durrancsatok rá, nem könnyű egy rendezvényt megszervezni, de mindenbe be vagytok most avatva. Úgyhogy jó szórakozást, és hogyha szeretnétek a szerverre jönni játszani, a leírásban megtaláljátok a linkjét ennek a szervernek. Na, urak, egyelőre jól ment a dolog, akkor én azt gondolom, hogy kéne beszélnünk az autószerelőkkel, hogy ők tudnának-e érkezni a rendezvényre. Urak, parancsoljanak, mit szeretnének? Akarunk egy kicsit magukkal beszélni, hogyha lehetséges. Kis beszélget is szeretnénk. Hát parancsoljanak. Intézni. Felfüllel meghallottuk a boltba, mondták, nem tudom, maga mondta esetleg, hogy rendezvényt szerveznek. Igen. Önök, és nekünk lenne egy olyan hatalmas ötletünk, hogy szeretnénk egy ilyen szépségversenyt, egy ilyen gyorsulási versennyel összevonva, csak a rendőrök nem igazán mennek bele. És az lenne a kérdésem, hogy ezt maguk el tudják-e intézni nekünk. Aha. Tehát itt arról van szó, hogy egy autószépségverseny. Ugye? Fűzve egy jó kis gyorsulási versennyel. És ezt nem engedik a rendőrök? Nem igazán. Aha. Mire ha hivatkozva? Ha engedik is, akkor inkább így jobb lenne megoldani egy önökkel. És mire hivatkoznak? Mi a baj? Igazából nekik azzal van a bajuk, hogy nem a rendezvényen magával nem lenne bajuk szerintem, csak hát azzal, akik mi vagyunk szerintem, mert nem igazán csípnek minket. Ezt kell mondanom. Aha. Sajnos, pedig nem tettünk semmit, egy mezei rapperek vagyunk, aztán... Bocs az előbbi félreértésre egyébként. Én nem tudom, miről volt szó. Hát az egyik srác beszólt igazából nektek, hogy itt ez a mi utcánk, igazából a körút itt, ahol itt lakunk, aztán ennyi, elnézést akarunk kérni. Én twittereztem, én nem tudom, mi történt. És mire gondoltak, hogy beszélünk a rendőrökkel, vagy mi szervezzük ezt meg? Hát, hogyha ezt maguk el tudják intézni, mi annak nagyon örülnénk, mert hát, ugye mondtam, a rendőrökkel nem túl fényes a kapcsolatunk, valamiért velünk vannak állva. Aha. Aztán azért is fordulunk magukhoz, meg azért beszélünk magukkal, hogy ezt el tudják intézni. Mert nagyon hálásak lennénk. És mondják, mit tudnának cserébe nyújtani? Mert hát azért nem egyszerű a rendőrökkel egyezkedni, ezt én is tanúsíthatom. Nyilván pénzt ugye ezért a megszervezésért, valamint arra gondoltam. Aha. Ezt nem csak maguknak vetettem fel, hanem a szerelőknek is szeretném, hogy promózzuk a kuk cégét is, akár is a szerelőkét is. Egy rapbe például, egy rap szövegbe megemlítjük önöket, és akkor fellendíti valamennyire. Aha. A nézettség. Hát arra elég kíváncsi lennék, hogy ki tudnák-e mondani a cég nevet. Megpróbáljuk. Na hát akkor parancsoljanak. Sok sikert. Polska vidazsenye. Jó, akkor ezt el is engedjük. Polska da vizsinye. Hát uram, nem pont így volt. Elnézést, bocsánat, hogy zavarok. Van két zöld autó, kicsit arrébb tudnának vele állni, mert sajnos nem tudom tölteni a boltot. Persze, elnézést. Megvárjuk magukat. Köszönöm. Nyugodtan. Na, jó, hát akkor ennek a szervezésében szeretnének segítséget kérni, illetve hogy valahogy tudjunk a rendőrségtől erre engedélyt kérni. Aha. Igen. Sajnos nem szeretnek minket, és hát igen, ez ami akadályoz minket. Aztán így kapura jöttek meg, nagyon megköszönjük, hogy ezt el tudják intézni. És hol szeretnék ezt a rendezvényt? Hát én a reptérre gondoltam a gyorsulási versenynek, de nem tudom, maguknak van-e bármilyen ötletük, hogy ez hol lehetne kivitelezni, ahol van egy
egyenes, ahol tudnak gyorsulni, például az emberek, meg ugye ez a... Aha. Ez a szépségverseny dologgal összekötve. Jó, tudnánk erről beszélni. Azon agyalok, hogy... hogy első körben nekünk akkor a rendőrökkel kéne egyeztetnünk, viszont... viszont akkor... Tényleg nem akarok beleszólni a dolgokba. Nyugodtan. Később, bocsánat. Nyugodtan, uram. Van még egy autójuk, uraim. Jó, meg ki. Mindegyik útban van. Sajnos igen. Ő itt az asszonyverő trikóban a maguk tulajdonosa, vagy Falka vezér? Pont egyébként, aha. De mindenki egyenlő. Azért kérdezem, hogy megvárjuk-e, amíg folytatjuk a beszélgetést. Igazából nem fontos. Hát, hogy mondják nyugodtan, aztán én ezt tolmácsolom neki. Jó, hát azt kéne megbeszélnünk, hogy így a komplett szervezésért mit tudnának nekünk, mennyi pénzt tudnának nekünk nyújtani, hogy nekünk is ez megérje? Arra gondoltam, hogy ez persze nem egy olcsó belépővel, egy 150-es díjjal szeretném úgymond híreszteni, egy 150 dollárra belépő. Ennek az összegyűlt belépőnek az 50%-át ugye maguknak adnánk, valamint megbeszélünk egy árat is akkor, hogyha az maga a szervezési díj. Aha. Az úgy nekünk megfelelne. Aha. Ha maguknak is persze. Nem tudom, érthető-e volt, ahogy mondtam. Abszolút érthető. Azon agyalok, hogy lehet... Ki tudja nekem megadni a számát, csak mert annyi minden van a fejemben, hogy kicsit át kéne ezt gondolni. Megosztom, ahogy jobb magának. Melyőjük maga? Én. Ja, csak itt ebben a maszkban nem látom a maga száját. Bocsánat, én akkor arrébb, és akkor megosztom. Rendben, és akkor... Nevemet azt még nézzel, mert nem papírozták még át. Rendben. Parancsoljon. Rendben, és akkor én is megosztom. Úgy írja be, hogy Majewski Nikodem. Jó, rendben. Így fog megtalálni, és akkor átgondoljuk a fiúkkal, és akkor SMS-t fogunk hagyni, és akkor utána tudnánk tovább beszélni erről. Jó, nagyon szuper. Jó. Köszönjük szépen. Mi köszönjük, urak. Mit köszönjük szépen. És így meghallgattak. Köszönjük szépen. Köszönjük. Aztán, hogyha ezt sikerül elintézni, akkor annak nagyon örülnénk, és akkor szervezésében kérni a segítségüket. Köszönjük szépen. Jó, rendben. Hát ez a gyönyörű szép Volkswagen mennyibe került? Kérem szépen, azt hiszem 14.000 dollár talán. Csak nagyon szép, így fejedben jól mutat. De lehet 17, én már nem is tudom. Valamelyik a kettő közül. Ha, nagyon jól néz ki. Na, jó, akkor megyünk, köszönjük. És akkor mindenképpen írunk. Jó, nem is tartjuk fel neked. További. Viszlát, urak, szép napot. Köszönjük szépen. Na, srácok! Alakulunk, mert tudunk akkor még egy rendezvényt rendezni. Ja. Hát... Igen? Én nem tudom, uram, mert hogy szerintem a rendőrségnek nem egyébként az emberekkel volt baja, hanem ugye az, hogy őnekik erre nincsen engedély, szóval... Aha. Egyébként magával a papírozással volt a probléma. Álljunk meg, szerintem egy kicsit beszéljünk erről. Tehát maguk szerint inkább arról van szó, hogy nem volt engedély? Igen, hogy ugye szerintem a papírmunkán itt bukott meg az egész. Aha. De azért nekem bennem van egy kis rizikó, hogy nem tűntek nekem valami tisztáknak az urak, hogy értem, mire gondolok. Én sem kamázom őket. Egyet jegyezzenek meg, urak. A csúnya fickókkal jobb-jóba lenni, mint elutasítani. Ez nagyon fontos, mert ki tudja? Értik? Egyszer megjöhet a segítségük, szerintem. Persze, meg most nézzék, megszervezünk nekik egy rendezvényt, kapunk érte pénzt, és közben jobban vagyunk velük, szerintem nincs ezzel semmi probléma. Ja. Nem gondolják, hogy talán jobb, mint hogyha az útszélén lekapcsolnak minket.
Ezek után ja. meglátnak minket ebben a ruhában, felszerelésben, autókkal, nem fogják elrabolni az embert, mert tudják, hogy, hogy barát. Hát kihúzték őket a szarba. Hát meg, hogy jóban vagyunk. Én ezt értem, de azért nem tudom, úgy, bennem még mégis van egy ilyen kis félelem, úgymond egy alaptartás, de amúgy abban annak igazam van, hogy... Egy próbát megél szerintem. Urak, szerintem ennyire nem kéne tartani tőlük. Én azt mondom, hogy menjünk el a rendőrségre, és kérdezzük meg őket, hogy első körben szerintem mondjuk el a Lada versenyt, mutatkozzunk be nekik, és utána meg dobjuk fel még ezt a gyorsulásit is, mint hogyha a miénk lenne, hogy ez részükről. Igazából nekünk engedélyt nem kell kérnünk, de hogy kijönnek-e a helyszíre biztosítani. Mert egyébként itt a srácokat kicsit átvágtuk, abból a szempontból, hogy nekünk engedélyt nem kell kérnünk, mert van. Tehát biztos, hogy el tudjuk intézni, úgymond. Úgyhogy igen. De nem baj, gondolják azt, hogy mi ezt csak nekik intézzük el? Na jó, van, menjünk. És akkor úgy a kapcsolatot ugye jobbá teszik. Így van, igen. Igen, meg hát kapunk érte pénzt, urak. Hát ez mindenki. Ja. Mondtam, amit itt keresünk, azt elosszuk szépen. Jó, akkor menjünk a rendőrségre. Na, srácok, akkor elugrunk a rendőrökhöz. Kíváncsiak, ők mit mondanak. Nem szabad az egész világtól félni. Ja, nem az, hanem hogy azért csak, hogy így maszkba, meg minden, hogy meg ugye először, ahogyan úgymond biciklán nagyon kedvesen hozzánk szóltak. Hát urak, hát gettósok, rapperek, hát ezek mindig kemény figurák, ezek ilyenek. Valószínűleg van fegyverük, nagyon jól tudjuk, hogy azért a gettóban az, hogy hagyjál már, azzal nem érünk el semmit, tehát valamit villantani kell, hogy az ember meg tudja magát védeni. De azért szerintem mégis kéne ugye az, hogy a rendőrök is ott legyenek, hogy egy kis rendet azért tartsanak. Azért kérdezzük meg őket, hogy szervezünk egy ilyet is, és hogy jöjjenek már el. Remélhetőleg van bent valami főtörzs, zászlós, aztán tud nekünk erre választ adni. Mondjuk mindig egy kicsit rossz érzés, amikor ide kell jönnöm. Nem szeretem a rendőrséget. Igen, uram? Van valami? Hát nincsen, tudja, csak nálunk Lengyelországban azért a rendőrség az nem túl barátságos. Nem tudom, itt hogyan van. Kem kifizették az adott összeget, amivel jártok tegnap, minap folyamán, szóval egyébként rendesek. Aha. Hát van pár kivétel azért. Aha, na várjanak, hát valahogy ezeknek kéne üzenni. Írok egy SMS-t. Írok egy SMS-t, szerintem az lesz a legjobb. Szép napot. Szép napot. Szép napot, mivel segíthetünk? Üdvözlöm, Majewski Nikodem vagyok. Jaj, bocsánat, azt te mindenségit. Aha. Mi történt ott a háttérben? Hol? Hát olyan volt, mintha egy villanyoszlop kidőlt volna. Na, bocsánat, be is mutatkoznék, a Polska Vidásnyétél érkeztünk, rendezvény szervezéssel foglalkozunk, és hamarosan megrendezünk egy autóversenyt, és azzal kapcsolatban keresnénk önöket, hogy szeretnénk egy kis rendőri biztosítást majd az eseményre, úgyhogy ebben szeretnénk segítséget kérni. Hát az a helyzet, hogy ebben csak a vezér, ez a súr tud magukkal tárgyalni. Aha. És hogy jelenleg nincs itt, szóval mi ebben nem tud döntés hozni. Ja, tehát nincs itt. Nincs itt, igen. Csak a vezér, ez az tud ebben dönteni, hogy kimegyünk vagy sem. Sajnos. Jó, rendben. Akkor, és mikorra várható? Mikor szokott dolgozni? Hát valószínűleg este lesz. Aha. Este lesz, de pénzszállításunk lesz, 19.30-tól már sorakozunk, tehát ajjaj. Akkor valószínűleg már elfoglalt lesz, de hát én nem tudom, 6 hét körül lehet, hogy
Jó. Akkor lesz a vezérezredes úr, de ne vegyek készpénzbe. Oké, rendben, rendben, akkor még keresni fogjuk önöket. Köszönjük szépen, biztos urak. Jó munkát önöknek. Magatok is, viszlát. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Kivezett rá a földjük. Jajajaj, hát nem igazán jártunk sikerrel. Akkor talán az kéne, hogy most már a szerelőkkel mindenképpen kéne egyeztetni. Aztán írtam egy SMS-t a polgármesteri hivatalnak is, úgyhogy várom arra is a választ, de akkor menjünk a szerelőkhöz. Valaki esetleg tudna vezetni, mert nekem annyira kéne meditálnom, hogy azt nem hiszik el, hogy mennyire. Addig majd az applikációban legyen kedves mindenki beírni akkor a telefonszámát. Üdvözlöm, Majewski Nikodem. Az lenne a kérdésem, hogy ön milyen rangban van? Nézem. A legalsó. Szóval ja, a legalsó. Aha, hát mi szeretnénk esetleg egy, nem tudom, felettesével esetleg egyeztetni. Te hangosak itt az emberek, hát nem hallom. Mindenki. Jézusom. Jó, jöjjön már egy kicsit félre, legyen kedves, hát felrobban az agyam. Kirobban a helyére. Jó, hát akkor menjünk ki. Az őszintét megvalva a felettesem is csak komény szerelő, mondtam én. Az még ott van az autó? Lehet, hogy ő többet tud majd segíteni. Aha. És olyan, hogy főnök esetleg, vagy helyettes? Jelenleg most nem tartózkodik a telepen, de ja, ha jól Istenem. Tudom, majd ilyen hat fele érkeznek. Tegnap is úgy voltak. Aha. Amit szeretnénk, hogy átadjon nekik, hogyha nem tudom, a srácok lesznek-e esetleg még a mai napon. Én este lesz. Természetesen. Végig. Hogyha esetleg el tudnátok jönni, srácok, akkor ilyen 6 környéke? 6-7 maximum. Aha. De szerintem, hogyha később jönnek, az se baj igazából. De majd lehet, hogy szólok, hogy írok egy e-mailt, és akkor úgy egyszerű. Aha. Mert annyi van, hogy mi a Poszka Vidázsényétől vagyunk, rendezvényszervezéssel foglalkozunk, és hamarosan megrendezésre kerül egy Lada verseny, és erre szeretnénk hát szerelőket invitálni, hogy jöjjenek ki, és erről szeretnénk igazából felettesével beszélni, hogy ennek mi a megoldása, hogyan tudnánk ezt megejteni. De akkor úgy néz ki, hogy a srácok itt lesznek, és akkor esetleg tudnak is beszélni itt a felettesével majd. Jó, rendben. Mindenféleképp átadom az üzenetet. És akkor, hát hogyha jönnek az urak, akkor majd szerintem az irodában ezeket meg tudják beszélni, hogy ez hogy működik, mint működik. Őszintén nem tudok nagyon semmit, de szerintem, hogyha lebeszélik, nem tudom, hogy ezt milyen napra tervezik, meg bocsánat. Aha. Szerintem egészen sok szerelő kolléga, köztük én is tudunk ott helytállni, részt venni. Na, hát ennek tök örülünk. Srácok, akkor valaki esetleg vissza tud jönni, egyeztetni, igen. Aha, király. Jó, hát akkor köszönjük szépen első körben ezt, uram, és akkor biztosan jövünk még, örülünk, hogy van nyitottság, és hát igen, tök jó, örülünk. Köszönöm szépen, hogy benéztek, aztán az üzenetet át fogom adni mindenféleképpen. Jó, rendben, köszönjük szépen. Hát el is tűnünk innen, mert itt akkora hangzavar van. Hát meg akkora forgalom most már. Hát ez szörnyű. Megindul az élet. Nem normális. De micsoda autókkal jönnek ide az emberek? Hát azt hiszem, csak pénz már kifizetni nem sok van. Érte? Aha. Na, szép uram. Az urak, szép. Bocsánat már. Hogyan vannak maguknál az ilyen tuning festés árok? Tehát egy ilyen középkategória az hogy néz ki? Mennyibe kerül festeni? Egy probléma van, uram. Én nagyon szívesen segítenék, de, ja, de nincs te, magam. Te maga ezt nem tudja. Aha. Igen, de egy kollégámat majd mindjárt megkeresem, és akkor hát, ha ő tud segíteni. Hát csak ilyen érdeklődés céljából, mert én nem igazán
tudom az itteni árakat. Hát szerintem, hogyha na, esetleg később benéznek aztán, jó, akkor meg tudjuk ezt így mondani, vagy okay, kiteszek a kollégák. Nem, neki szeretném megjavítsam, hogy megbízom. Oké, okay, köszönjük akkor, viszontlátásra. 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 Nem, melyik van? Húha. Menjünk egy boltba. Aztán beszéljünk már, hogy mi van. Betyögöm ebbe a szárba, hogy... Na, abba a boltba menjünk már el, és akkor beszéljünk, hogy most akkor mit tudunk, mit nem, csak itt akkora hangzavar, hogy felrobban a fejem, szabályosan. Hát hasonló, hasonló. Átja a világ. Na, de ez jó, hogy nyitottak a szerelők is, mert tulajdonképpen akkor a rendőrökkel kell egyezkednünk már csak, meg a polgármesterrel, és onnantól kezdve csinálhatjuk a molinókat, és olyan, csinálhatjuk a komplett rendezvényt. Így van, így van. Azon agyalok, hogy... És esetleg mentéseket, egy párat nem kell olyan sok, csak hogyha valami esetleg történne ott a rendezvényen. Aha. Hát urak, hogyha a mentősöket is megkeresnék, mert nekem hamarosan távoznom kell, de hogyha később a mentősöket is megkeresnék, ugyanígy, akkor azt... Az elég jó lenne, mert tehát ki tudja, hogy ki mit csinálott magával. Persze. Hát persze, mi a mentőségek, nagyon jobban vagyunk itt a Rossi barátommal, na, nagyon jobban vagyunk a mentőségek, szóval simán tudunk hívni akár többet szerintem kapásból. Az tök jó, az tényleg jó. Na jó. Így elegánsan az út közepén. Persze. Természetesen. Úgy kell azt. Mindjárt itt összefoglaljuk, hogy akkor mi a jó Isten van, én vettem egy ilyen szárt, ezt meg is eszem. Girosz azt mondja. Jaj, de finom. Hamburger, girosz. Na, urak, akkor amit tudunk. Először is voltak azok a érdekes figurák, nekik ugye az kell, hogy kell beszélni a rendőrökkel. Azt mindenképpen megcsináljuk közösen. Aztán kell... A mi Lada versenyünkhöz kell beszélnünk a szerelő úrral, akkor a mentősökkel, és még a polgármesterrel. Azt hiszem ennyi, ugye? Így igaz. És a szerelőknek majd mit mondjuk, hogy miben kéne segítség? Hát tulajdonképpen abban, hogyha ott szétcseszik az emberek az autókat, akkor hát lehet több körös, tudják, hát nem tudni mennyien jelentkeznek, mert hogyha jelentkeznek 50-en, 50 autót egyszerre nem lehet elküldeni, tehát hogy akkor a két verseny között nekik azokat meg kell szerelni. Tehát hogy milyen kérben nyújtsunk be úgymond a főnöknek, hogy mennyi szerelőre tartanánk ki minimum igényt, hogy mennyi jelenjen meg? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem... De max 2-t mondanék amúgy. Igen, több nagyon nem kell. Úgyis ilyen 10 autót indítunk maximum egyszerre, tehát... Több az sok, egy pedig kevés, mert egyedül van és nincsen társ, aki esetleg beszélgessen. Igen. Jó. Úgyhogy ezek vannak. Azt kell tudnunk majd, hogy milyen nyereményeket tudunk osztani. Valamit megpróbálunk alkodozni majd a polgármesterrel. Azért, hogy minél nagyobb mennyiségű pénzt tudjunk elkérni egy-egy jegyért, tehát most így gyorsan fejben számolva, hogyha mondjuk 300 dollár lenne a nevezés, az maguk szerint milyen lenne? Hát szerintem annyiról lehet, hogy fölemelhetnék szerintem 4-re, mert 300 dollárt nagyon sok ember össze tud gyűjteni, és hogy nehogy túl sokan legyenek. Én csinálnám, mivel lehet, hogy nem fog mindenki versenyezni. Tehát a nevezési díj a versenyzőknek mondjuk 500, aki nem versenyzik, hanem csak mondjuk 4-2-50 vagy 300-200, vagy így. Jaj, körül. Jaj, csak az a baj, hogy tudják, 300 dollár az... Hát nem is tudom. Na várjanak gyorsan, akkor egy fejben számolás. Azt mondja, hogyha 300 és mondjuk 50 ember jön el, az 15.000 dollár, urak. És azt jelenti, hogy vagyunk itt hatán, az azt jelenti 2500 dollár per fő. Az azért nem hangzik olyan rosszul. Ugye? Így van, elég jó. Így van. Fú, jó. Uh-huh.
Mert mondjuk ezt a rendezvényt szerintem holnap után akár meg is csinálhatnánk, addigra szerintem összeállna minden. De annyi nem maradom nekünk, 15 ezer. Mert azért ki kell fizetni a szerelőket, és azért nekik is van visszállás. Hát igen, erről kéne. A rendőrökkel én nem gondolom, hogy kéne bármit fizetni. Most mit fizessünk mi a rendőröknek? Hát, hogyha biztosítják a helyszínt, azért ők is kiküldik nem az egységet, akik ott lesznek, és esetleg egy-két helyről hiányozni fognak. Hát nem tudom. Csak hát ők ugye közben kapnak pénzt. Tehát... Így igaz. Ezt... Nem a rendőrök kapnák a pénzt, hanem maga a rendőrség, ugye? Értem, de most, hogyha egy helyen ott van 50 ember, ugyanúgy dolgoznak, mintha a városban lennének 50-en. Érti, mit mondok? Ezt meg fogjuk beszélni a rendőröket, de akkor mondjuk azt, hogy mindent leszámítva mondjuk 1800-2000 dollár csak 50 embernél per fő, az szerintem azért egész jó mondjuk két, hány óra, hát most összesen szerintem ezt az egész dolgot összerántjuk 6 óra alatt, 6 óráért. De lehet sokat mondok, most csináljuk nagyjából 2 órája, és még nagyjából 1 óra szervezés van vissza, onnantól meg rendezvény, 4-5 óra. És ez az első dobásunk, és ne adj Isten, hogyha mondjuk jönnek 80-an, akkor hát majdnem, hogy a duplája ennek. Na, mit szólnak? Teljesen jó. Nekem majd fájlő. Aha, na jó. Akkor az kéne, hogy várom akkor, hogy az elnök úr visszaírjon, illetve akkor a rendőrökkel is kéne majd egyeztetni. Akkor magukra hagyhatom azt, hogy beszéljenek az EMS-sel, meg a szerelőkkel, hogy... Persze. Persze, természetesen. Ezt lehetség, és úgy kéne nem, hogy külön csapatok osztani. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy akkor a mentősökből elég 2 fő, hogyha ugyanúgy kiadj mind a szerelőkből. Szerintem mentősökből 1 fő is, de hogyha egy egység ketten, akkor az is teljesen jó. Igen, meg kéne kérdezni akkor urak, hogy mennyi az annyi, mennyiért szeretnének, vagy esetleg nem feldobni ezt a dolgot, és megvárja, még ők kérdeznek. Szerintem az utóbbi inkább. Ugye? Így van. Ugye? Leleményes a főnök. Hát, igen, hát azért tudják, muszáj üzletemberként, muszáj egy kicsit okosítani. Na jó. Nekem lenne még egy felvetésem. Aha. Hogy esetleg kamerásokat a helyszínre, akik mondjuk fölveszik az adott eseményt, és esetleg valamilyen internetes portálra vagy tévére esetleg kiközvetítik, és akkor úgymond népszerűsítenénk a dolgot. Aha. Vagy erre van valamiféle lehetőség? Hát én nem tudom, hogy a városban van-e olyasmi, akik ilyen videókamerákkal járkálnak. Hogyha van, nyugodtan urak. Nem, akkor majd ebből így körbe kérdezgetek. Aha. Mert amúgy láttam, van egy rohadt nagy épület, ez a, nem tudom, hogy hívják most hirtelen, Vezőanyó út itt Los Santosba. Nem tudom, az a cég, az működik-e amúgy. Aha, hát ez egy jó kérdés. Nyugodtan, hogyha tudják, járjanak utána. Azon gondolkodok még, miből tudnánk egy kis pénzt varázsolni. De szerintem csak abból, hogy én írok a fivéremnek, aztán elkezdem vele csináltatni a plakátot, hogy azt minél előbb ki tudjon menni, mint promóció. Tehát akkor most, urak, szerintem meg kéne beszélnünk, hogy maguknak mikor lenne jó, és akkor addigra mindent leszervezünk. Hogy akkor mondjuk ma tudjon menni a promóció, és esetleg, akár, hogyha maguk itt vannak még a városban, akár már a mai napon tudjanak jegyeket eladni. Ami annyiból áll tulajdonképpen, hogy elkérik a pénzt, felírják a nevet az applikációba.
Mit szólnak? Ez működik. Megoldható, persze. Van. És aki eladja egyet, az kapja a pénzt, az övé, vagy hogyan? Nem, nem, ahogy mondtam, be kell tenni a kasszába. Hogyha a kasszába nem tudja betenni, akkor viszont szépen a saját bankjába, viszont ezek mind fel lesznek írva, és ezzel el kell számolni. Természetesen. Értem, értem. Úgyhogy talán az lenne a legjobb, hogyha elad valakivel bizniszelnek, akkor azt a pénzt azt tegyék be a saját bankjukba, és akkor amikor itt leszek, akkor a szépbe ezeket szépen bedobáljuk, és a rendezvény végén egységesen el fogjuk osztani szépen hat felé az összes pénzt. Jó, rendben. Jó? Ez mindenki részéről rendben van? Persze. Felőlem, igen. Aha. Mm-hmm. Jó, akkor én megcsináltatom ezt a dolgot. És akkor igen. Jó napot! Azt a mindenit micsoda autóval érkezett. Megérkezett. És akkor inkább verseny vagy roncsderbi? Verseny kéne azért. Hát verseny. Verseny. Aha. Kezdjük basicbe. Így van. És útvonalnak... Ajajaj. Felmenjünk, megnézzük hát, majd arra a terepet. Én említettem ugye egyet már, nem, ugye akkor rallyról lenne szó, ugye? Hát azért ezekkel a ladákkal rallizni nem nagyon szeretne az ember szerintem. Ha, és én, hát én egy 052-esre gondoltam ott fönn, paletó fele. 052... Nem is tudom hol van. Amúgy, ja most látom, az amúgy nem rossz ötlet. A horgászbolt arra a horgászbolt fele van. Igen. És mi van ott? Van egy hát, ilyen... Van egy fotele, és akörül van egy jó kis pálya. Hát de... Elég veszélyes, elég nehéz, szépen jól. Az a baj, hogy ilyen ladákkal rally verseny, urak, hát eléggé macerá, de... Ajjajjajjajjaj. Olyan kéne, amit tudunk is felügyelni. Hogy ugye normálisan mennek az emberek. Értik? Persze. Hú, nagyon fogós kérdés, hogy hol legyen ez a verseny. Hát, hogy így együtt így még körbejárjuk a nap folyamán így a lehetséges helyeket, azt akkor így összegzünk, és akkor... Hogyha valaki Twitteren beszélni akar velünk. Valaki szeretne... Versenye Taylor... Ki az a Taylor? Ez nagyon jó lesz. Vagy a kérdés. Hát, mondtam, hogy valaki. Nyugodtan akár beszéljenek vele. Akkor tudnánk azt csinálni, hogy ide ebbe az abba, amit mondtam, hogy töltsenek le, ide bedobják azokat a... Hát azokat a helyeket, amiket önök gondolnak, de lehet, hogy nem körversenyt kéne csinálnunk, hanem egy tollig versenyt, tehát, hogy egy kijelölt dolog, amit nem szabad levágni, ezt akár fentről, oldalról, motorokról tudnánk szépen nézni, és akkor hát értik. Igen, nekem és a mellettem álló úrnak van neki egy cross motorja, nekem pedig egy utcai motorom. Uh-huh. Esetleg. Így van. Az is nagyon jó. Jó. Akár azt lehetne csinálni, hogy egy nagy körverseny ladával hatalmas élmény lehet. Hát az... Hú, ezt álmodjuk meg, urak. Akkor én is agyalok, maguk is agyaljanak, és akkor ezt szerintem ezt holnap beszéljük már meg. Holnapra megpróbálunk beszélni mindenki mással is. Mármint ami engem érint, tehát az elnök úr, meg a rendőrség. Jó, akkor legyen így. Menjünk már vissza, mert nekem közben mennem kéne, úgyhogy ha visszamennénk, akkor az szuper lenne. Aztán, hogyha maguk szeretnének tényleg akár körbenézni, valaki eltűnt? Igen, Dávid. Nem jó a központi zár. Nem jó a központi zár? Nem jó, ledan a központi zár. Hát mi történt vele? Hát nem tudom kinyitani. Hát mindjárt megrugtalom. Hát nekem kinyílik. Nekem nem nyílik. Azt a mindenit, uram. Hát mi van ezzel? Most nézze meg!
Mit nyomott a közé kulcson, hogy kinyílodott? Hát ezt a kis U betűt, ami rajta van. Nem. Na most. Jó, ja, ezt így... Köszönöm. Megkezdtem a mentőség, miért már is menünk pár ide. Könnyebb terepülnek. Na mehetünk. Van nekünk egy felvetésünk. Ugye most nekünk csak a mentőszolgálatra, illetve a szerelőtelepre kell mennünk, igaz? Hát nézhetnek versenypályát is, hogyha gondolják. De úgy megbeszélésre. Ja, igen, 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 igen. És tehát hogy a... esetleg itt csapatokra lenne osztva. Ahogy érzik, ahogy érzik. Igen, lehet jobb, hogyha szétválnak, és akkor esetleg utána összedugják a fejüket, hogy mi lenne jó, mint pálya, vagy nem is pálya, hanem akár útvonal, amit nehezebb levágni, és akkor azt akár együtt nézik meg. Hát igazából biztos, hogy utána fogunk nézni, hogy így milyen pályák vannak, meg minden, de szerintem majd az abban, amit letöltöttünk, ugye, majd oda szerintem beírkálhatjuk a számjait, mondom, a pályáknak, hogy mit lehetnének lehetségesek, igen. Aztán összeülünk, átnézzük, aztán úgy. Jó, oké. Na urak, akkor első körben is örülök, hogy így sikerült megismerkedni magukkal. Én is. És akkor nyomjuk neki. Így van. Hát hova megy az úr? Az autókat, hogyha majd nem tudják leparkolni, akkor zárják be és hagyják itt, jó? És akkor majd én ezeket elvitetem. És ennyi. Jó? Jó. Akkor innen folyt köv, urak, további jó munkát. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never